kezdő cowboy bemegy a Csehóba, és ott odaül tapasztaltabb kollégák mellé, látszik rajtuk, hogy ők tudják. Nem tudnak tanácsokat adni, kéri, de mondja, kösse lejjebb a pisztolytáskáját, hogy jobban tudja előrendelni. Kipróbálja, lelövi a zongorista kalapját. Nagyon jó, tud még tanácsot? Persze, itt vágja ki a pisztolytáskát, előrántja, kilövi a zongorista szájából a szivart. Nagyon jó, tud még ilyet? Kint áll egy bödön zsír. Kenje be az egész pisztolyát. Az egészet? Az egészet. Miért? Így könnyebben tudom előrántani? Nem, de ha Wyatt Earp abba hagyja a zongorázást, feldugja, és így kevésbé fog fájni. De pokolban minden ország népének van egy külön üstje. És mindenhol vannak őrök. És vezetik be az új delikvens, ezt a németek. Azt mondja, ezeket hogy tartják be az üst, vagy nem ásznak ki? Aztán mindig felmutatunk egy táblát, hogy a üstből kimászni tilos, és akkor mindenki benn marad természetesen. Azt mondja, és ezek az oroszok. Ezek hogy maradnak, hogy nem másznak ki? Aztán ezeket gépfegyverrel, abban a pillanatban akar lenni, puf, rá a gépfegyver, csak abban a pillanatban visszamegy. Azt mondja, hogy a magyaroknál nincsen őr. Azt mondja, de nem is kell, ha itt valaki ki akar mászni, a többi visszarántja. A kilisztában az a jó, hogy meg lehet felezni. Ezért a legoptimistább nép a zsidó. Még nem tudja, hogy mekkora már levág belőle. Köszitapa tanítja a gyermeket, a kisfiát, úgy hát ezt a tevékenységet űzni, oda hív négy nyuszi lányt, és akkor megmutatom, mutatja, 1, 2, 3, 4. Elkezdi a kisgyerek, hogy ne, 1, 2, 3, 4. Gyerek, egy, na még ez, 1, 2, 3, 4. Gyerek azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, bocsapa! Nem vagyok olyan erős, mint Arnold Schwarzenegger, nem olyan szépek a szemeim, mint Mel Gibsonéi, de úgy nyalok, mint Lassie. Mászik be a betörő az ablakon, megszólal egy hang, Jézus figyel téged. Betörő mászik tovább, Jézus figyel téged. Mászik egyre beljebb, vagy megy beljebb egyre a lakásba, egyszer csak meglát egy papagájt. Te vagy, aki beszélt? Igen. És téged hívnak Jézusnak? Nem, engem Dionysosnak hívnak. Ki adta neked ezt a hülye nevet? Aki a Pitbullnak Jézus. Pasi nudista strandon megy befelé, a plázs felé, a bokrok között, egyszer csak egy hatalmas nagy tábla. Vigyázat, itt homokosok vannak. Nem, hát csak megy tovább, 10 méterre lejjebb, megint már nem olyan magasan. Vigyázz, itt homokosok vannak. Nem érdekli, megy tovább. Egyszer csak már majdnem a partner, len egész egy pici tábla, lehajol, azt mondja, bocs, én már 2-szer figyelmeztettem. Bekerül a pokolba és jön szembe az ördög. Te miért szomorkodsz, kérdezi az ördög. Hát azért mégiscsak pokol, nem egy videó. Nem rossz hely ez, mondja az ördög. Te szeretsz verekedni, úgy ütni, verni a másikat? Igen. Hát melyét főként mindig azt csináljuk. És mondja, kábítószerek? Igen, persze, abba haltam meg. Az nagyon jó, keddenként mindig azt csináljuk. És hogy állsz a szerencsejátékokkal? Ah, nagyon szeretem. Na, ez van nekünk szerdán. Ital, piát szoktál úgy rendesen? Igen, mert az van nekünk csütörtökön. Te figyelj. Te egyébként meleg vagy? Nem. Hú, akkor a pénteket utálni fogod. Két kutya megy éjszaka az utcán. Az egyik megszólal, te, ez nem a Vágó Pista háza? De, megjelöljük? Az egy pupú tevét azt különbözteti meg a két pupú tevétől, aki akarja. Köszönjük szépen. Miért sírsz, kisfiam? Apám kínai, anyám japán, én meg alig látok. Na. Kamionos beszorul a felüljáróba. Ugye? Beszorul. Sehol nem. Beszorul. De ezek már vagy várjál. Ott van szor... És jön a rendőr, és azt mondja, mi van? Beszorultunk? Aztán nem, azt meg hidat szállítok. Hogy kezdi a szőkenő az SMS-t? Bocsánat, hogy rondán írok. Hogy hívják a kikapcsolt indiánt? Off. Mi az? Hurkapálca csupaszon, vattacukor light. Visszadumálsz, mint öreg asszony a tévének? Nincs gravitáció, csak a Föld szívad bennünket. Meg vagy zavarodva, mint vasorú bába a mágneses viharban. Olyan csúnya vagy, hogy vízipisztollyal kereszteltek.
Ez egy jó. Ha nekem ilyen fejem lenne, felültetném a buszra és integetnék neki. Neked szaladok, mint láthatatlan ember a fotocellás ajtónak. Ha olyan messze laknál, mint amilyen hülye vagy, sose érnél haza. Dolgozni mentem. 10 perc múlva itt vagyok. Beálltál, mint a klinikai halál. Egy nem kedves... akartam, esküszöm ebben a hülyeségben beleszállni. Adok én. Szóval miben halt bele a... Miben halt bele a kanibál asszony? Szájára vette a falu. Majd lesz itt rend, lesz itt rend. Szőkenő képes lapja. Itt minden nagyon csodálatos, de hol vagyok? Nem a szőkenő kérdezi, én kérdezem magamtól, hogy én hol vagyok. Fejedre kerültél, Harry. Egy nagyon kedves levelet kaptam Alice-tól. Te belekeveredtél, mint sün a rágógumiba. Viszont olyan sokoldalú, hogy az már majdnem gömb. Nem értek, hogy amíg nem voltam itt, valamivel tölteni kellett az idő. De most, hogy megjöttem, nem lehetne neki állni? De most ezért aztán érzéssel, mintha lovat használ. Na. Kérek egy türelemjátékot, de marha gyorsan ám! Te tulajdonképpen ők, ötten nem is kell lenni. Nagyanyám 65 éves korában kezdett el napi 5 kilométer gyalogolni. Most 72 éves, és fogalmunk sincs, hogy hol lehet. Hogy lehet kifogni, én is hallottam egy viccet, hogy lehet kifogni a túlzott ellenőrzésen. Pali 160-nal megy lakott területen, a rendőr megállítja, azt mondja, kérdezi a jogosítványt, azt mondja, ne haragudjon, azt mondja, azért mentem 160-nal, megöltem az anyósomat, itt van hátul a csomagtartóban, azt is egyébként is ne kekeckedjen velem, mert egy revolver van a kesztyűtartóban. Abban a pillanatban a rendőr elveszi a revolver, az erősítést kérek, megérkezik, 3 perc múlva, 6 rendőrautó. Csomagtartóban egy hulla van, ennek revolvere van. Megnézik a csomagtartó, tök üres. Menjünk a kesztyűtartóba, ott sincs semmi. Erre azt mondja a pali rendőrök, na most, ha még azt is rám fogja, hogy én 160-nal szágoldottam a lakott területen, ha nem baj, hogy ezt így töményítjük, nekem meg arról van egy tényleg rövid viccem, hogy miért lesz valaki Tordjánál mondjuk miniszter, ez volt a kérdés, ugye? Szóval ül a férj és a feleség egy étterembe, odalép hozzájuk egy fiatal nő, és szájon csokolja a hapsit. Kérdezi a nő, hogy ez ki volt? A szeretőm. A csaj őrült, patá, elválok, ott hagylak, kész, vége, a hapsi teljesen nyugodtan, ugye rendben van, akkor bunda, vissza a kocsi, vissza a lakás, vissza, te meg mehetsz a francba. Csaj kicsit így ül, ugye elgondolkodik, azt mondja, hogy ott a szomszéd asztalnál, az nem a Kovács? De, és az ott ki vele? Hát a szeretője. A miénk szebb. Van ez a vicc, hogy két ember beszélget, én egy hónapban kétszer teszem magamévá a feleségemet, másik megszólal, én hetente. Neked nincs is feleséged. Ja, azt hittem a tiédről beszélgetek. Egy oroszlán, egy fekete, egy vörös és egy szőke nőt kergett a sivatagban. Egyszer csak a fekete nőre megy rá nagyon az oroszlán, fekete nő megfogja a homokot szóra oroszlán pofájába, az elkezdi rászni, mert lerászol a homokot, addig egérutat nyernek, megy a vörös nőre. A vörös nőt is már majdnem, ez is homokot szóra pofájába. Megint rászol magát, megint elérnek egy fához, fölrohan a vörös meg a fekete a fára, szőke elkezdi sminkelni magát. Szóval gyere már, följön az oroszlán, miért? Én nem szóltam homokot a szemébe. Nők beszélgetnek, hogy azt hiszem gyerekem lesz, kitől? Nem tudom, nem tudok megfordulni. A primás elhatározza, hogy felvételét kéri a kisgazda pártba. El is megy a felvételi beszélgetése, de néhány perc múlva újra a folyosón van. Kéri tőle a barátja, na Gazsi, sikerült a felvételi? Sajnos te, azt mondták, nem lehetett pártag, mert a régi rendszerben bazse váltam a kommunistáknak. És miért nem tagadtad le? Nem lehetett, ott ültek a bizottságban. Lefekszem, Erdőként, nem tudom, meddig maradni. Ne add fel! Még egyszer egy dolog bejön. Dimitrov!